Gyálon az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár adott otthont a Márton napi rendezvénynek, amelynek keretében lámpás felvonuláson is részt vehettek az érdeklődők. Itt legyenek szívesek mindannyian teletömni a bendőjüket. Mindegyik kenyér libazsírral van megkenve, Márton libájának a zsírjával. Mindjárt hozok hagymát is hozzá, és egy kis teát is fogtok kapni. Hogyha jól laktatok, akkor be lehet menni a nagy terembe, ahol kézműves foglalkozás és egy kis interaktív színházi előadás fog benneteket várni. Minden évben Szent Márton napján, november 11-éhez legközelebb eső péntek délután a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola diákjai és a szülei lámpás felvonulásban vesznek részt. A Bartók iskolából indulunk, a római katolikus templom fogad bennünket, és az idén azzal bővítettük a programunkat, hogy az Arany János Közösségi Házában fejezzük be ezt a felvonulást. Természetesen Mártonnapi lúd zsírjával kell, zsíros kenyérrel és forró tával fogadjuk a jelenlévőket, a résztvevőket, utána pedig a közösségi ház kézműves foglalkozással és színházi előadással készül. Ilyen szép ünnepen, ilyen szép felvonulást tartottatok. Milyen ünnep volt? Mit ünnepel? Akkor azt mondja meg még valaki onnan hátulról, hogy és még mit ünnepeltetek? Mivel ilyen ügyesen megválaszoltatok, most egy kicsit legyetek csendben, és valami szépet mutatok nektek, jó? Először is azt kérdezném még meg, hogy melyik a legis legszebb fény a világon? A nap bizony, a napfény. És mi még, ami nagyon fényes az égen? Csillag. És még? Hold. A hold. Ti tudtok valamit?